Feketélik a magasból az új aszfalt a Kraszna töltésén nagy dobosnál. Nem csak erősítették, hanem járhatóvá is tették az árvízvédelmi építményt a vízi munkatársai. Ezen a területen csak nem 22 kilométeres töltésen dolgoznak a szakemberek, mondta 35 perc című műsorunkban Daika István, az igazgatóság osztályvezetője. Közel 22 kilométeren, ugye ezen belül a Batáron közel 600 méter hosszon árvízvédelmi fejlesztés történik, földmű további emelése, szélesítése, erősítése az előírás szerinti méretre. Itt négy méteres kolonna kell elképzelni. A krasznál lesz olyan szakasz, sajnos, ahol ennél kicsit keskenyebb lesz. És, tehát elegendő magasságú, széles és burkolt, aszfalt burkolatot kapnak ezek a koronák, tehát Kocsortól tudunk majd kerékpározni, és hát a védekezést is jobban elvégezni, fenntartási munkákat is segítő burkolat vásárosnaoméig. Tehát olcsváig a jobb parton és bal partra átmenve a vásárosnaoméig tudunk közlekedni, és ott aztán csatlakozni a kerékpár utakhoz, meg közben is. A Batáron pedig a 2019-ben befejeződött szakasz folytatásaként épül tovább ez a szintén aszfalt korona burkolatú töltés, és egy zsilip van még, a magas egy zsilip, amit ugye régit el kell bontani, ö, nem sokára kész az új szivattyú állással. Tehát itt szivattyú a, a, település, magas település ö, belvizeinek átemelése is megvalósul majd. A beruházás befejezése után a térség árvízvédelmi szempontból sokkal biztonságosabb lesz. Daika István osztályvezető azt mondta, a kraszna töltésére ráfért a korszerűsítés. A Tisza az a fő folyója itt a térségünknek. Az árvizek idején, a tiszai árvizek idején bizony a mellékfolyókat is visszaduzzasztja, tehát a, a Kraszna alsó szakaszán vagyunk, eh, ahol bizony a Tisza a meghatározó árvíz szempontjából a Tisza-i állvíz magassága, a Batáron is ugyanez, csak ugye Ukrajna felől érkezik a Tisza, és ott még gyorsabban, és gyorsabban kell reagálni, De itt ez a kiépítése fontos, hogy megfelelő magasságú méretű legyen a töltés, mert nincs idő magasítani, erősíteni, itt, itt vagy ott van és véd, vagy pedig nagyon nagy erőfeszítéssel talán meg lehet védeni tehát e, itt erre kell e, koncentrálnunk. A, a töltés anyaga pedig a krasznál elég változatos, tehát szivágásra hajlamos, hiszen a láb szélén vagyunk, az általa is, ilyen töltés is, bizony e, e, az erősítése nagyon ráfért már, az erősítés ráfért már a krasznára. A beruházás 4 milliárd forintból épül meg, a tervek szerint a töltés az év végére készül el.